A videó második részében megnézzük, hogy az eredetileg kihozott négy falazat milyen árkülönbözetet jelent a konkrétan a referenciaépület esetében. Elérkeztünk a videó második részéhez, amikor a konkrét referenciaépületre ki fogjuk számolni azoknál a szerkezeteknél az árkülönbözeteket, ahol a falazat szerepet játszik. Ezek igazából értelemszerűen a falazat, az alapozás, szerelőbeton, koszorú, áthidalók, és végül lesz egy összesítés. Nézzük ezeket egyenként. Ami még fontos, hogy kiindulási alap mindig a 25-ös téglának az oszlopa lesz, tehát ahhoz képest csak a különbözetet fogom felírni, tehát ahhoz képest pluszolva lesznek a többi szerkezetnél, ha van árkülönbözet. A referenciaépületünknél a külső falfület nagysága 134 négyzetméter, tehát a falazat árkülönbözete igazából ebből a 134 négyzetméterből, illetve a videó előző részében kiszámolt konkrét falazat fal négyzetméter árából tevődik össze. Ahogy látható, a 30-as K téglánál nincsen olyan jelentős eltérés a 25-ös nótféderes falazathoz képest. 38-as K téglánál 150 ezer forint azért már tud fájni, illetve a 44-es K téglánál ez a 300 ezer forint elég jelentős különbség. Az alapozásnál a 44-es téglánál jelentkezik árkülönbözet. Ez abból adódik, hogy az alapozásnak van egy minimális szélessége, ami viszont a 25-ös, illetve a 30-as, illetve a 38-as téglánál megfelelő, viszont a 44-es téglánál általában már azért 10 centit szélesíteni kell ezekhez képest az alaptesten, ami ezen az 59 folyóméteren körben 10 centivel szélesebb alapozásnál földmunkában, betonozásban ennyi plusz költséget jelent. A következő szerkezet az a szerelőbeton. Én szerelőbetonnak azt a betonplacot hívom, ami a lábazati fal felett helyezkedik el, és amiről indulnak gyakorlatilag a falazatok. 25-ös téglafal esetén a külső téglafalsíkig tart, 30-asnál szintén, 38-asnál is, 44-esnél is. Amint látható, egyre kíjebb ugrunk a szerelőbetonnal. Ez a referenciaépületnél 59 folyóméteren, 59 folyóméternél 5 centi, 59 folyóméternél 13 centi, illetve 19 centiméter a 25-öshöz képest. És ennek a költsége jelenik meg igazából a táblázatban, mint szerelőbeton árkülönbözet. Térjünk rá a koszorúra. A 25-ös nútfédeles falazatnál a teljes téglaszélességben megmarad a koszorú, tehát 25 centi szélességben, hiszen a rárakott 16 centis homlokzati hőszigetelő rendszer garantálja azt, hogy a vasbeton szerkezetnél nem lesz emiatt hőhíd. A 30-as téglafalazatnál már bekerül a koszorú hőszigetelés, egy 5 centis XPS, mögötte ugyanúgy, mint a 25-ös téglánál lesz egy 25-ös vasbeton koszorú, 25 cm széles vasbeton koszorú, és az 5 centi XPS plusz a 6 centi homlokzati hőszigetésnek köszönhetően szintén nem lesz hőhídes a szerkezet. A 38-as téglánál szintén 5 centi koszorú szigetelés, mellette az 5 centi homlokzati hőszigetelés, viszont itt 33 cm-re nő a koszorúnak a szélessége, ami jelentkezik is az ár különbözetben. A 41-es téglánál, mivel hogy 2 cm a homlokzati hőszigetelésünk, ezért sokkal vastagabb koszorú hőszigetelésre is van szükség, és még mindig szélesebb vasbeton koszorunk lesz. Ebből adódik ez a viszonylag magas költség különbség. Elérkeztünk az utolsó tételhez, ami az áthidalókat jelenti a külső falak mentén. A 25-ös téglánál 2 darab áthidalóra van szükség. És ez egyáltalán nem befolyásolja az, ha esetleg eltolva kell elhelyeznünk egymáshoz képest a redőnytok miatt.
30-as téglánál. Szintén kettő darab áthidaló. A 38-asnál viszont szükség van egy harmadikra. És a 44-es téglánál szintén. Ez ennél a referencia épületnél ekkora költség növekedést jelent. Összesítettük tehát az árkülönbözetet, és látszódik, hogy a 25-ös téglához képest a 30-as K-tégla falazatnak a költségkülönbözete 71 ezer forint, nem olyan vészes költség. Viszont a 38-as K-téglánál a referenciaépület esetében ez 300 ezer forint költség növekedést okoz, a 44-es K-tégla falazatnál pedig 700 ezer forint árkülönbséget. A videó első részében kiderült, hogy a 38K, illetve 44K tégla tulajdonságai elmaradnak a 25 nútféderes, illetve a 30K tégla falazattól. Itt a költségnél kiderült, hogy jelentős plusz költséget okoz, tehát ennek a két falazatnak, a 38K-nak, illetve a 44K-nak szerintem nincs létjogosultsága a másik kettővel szemben. Semmi nem indokolja igazából, hogy miért válassza ezt az ember. Ha már józanész, akkor térjünk egy kicsit vissza az én veszőparipámhoz, a 30 nútféderes téglához. Kiegészítettem a táblázatot. A 30-as nútféderes tégla a videó első részében javasolt 15 centis EPS hőszigeteléssel 110 ezer forintos költségnövekedéssel jár a 25-öshöz képest. De ha a léghangátlást szeretnénk normálisabb szintre hozni, akkor én kőzetgyapottal javaslom ezt a 30-as nútféderes tégla falazatot, ami viszont közel 300 ezer forintos költség többletet hoz a 25-ös nútféderes téglához képest. A vászkerámia falak összehasonlításának falvastagság szerint videónk végére értünk. Én kihoztam győztesnek egy soron kívül indulót, 30-as nútféderes tégla 15 cm kőzetgyapott hőszigeteléssel, de mindenki döntse el saját maga, hogy mit akar. Vitatkozni velem, vagy akár a többiekkel Facebookon lehet a Köműves Kelemen csoportban, csatlakozzatok. A táblázatokat, számításokat, illetve a referenciaépülettel kapcsolatos dolgokat letöltési linken megtaláljátok. Problémamentes építkezést mindenkinek. Sziasztok!